Márkizai Péter szerint olyanokkal fogtak össze a választások előtt a baloldalon, akikkel nyilvánvalóan nem értettek egyet. A volt miniszterelnök jelölt tegnap az M1-en Ferenc nevét említve arról beszélt, szerinte nem azt kellett volna figyelembe venni, hogy kik vesznek részt az összefogásban. Márkizai Péter nem sokkal később ugyanakkor nem zárta ki, hogy újra együttműködne Gyurcsány Ferenccel. Politikusi féltehetségek és nyomasztóan dilettáns figurák átsingóztak a bizalomra. Az origónak így értékelte a választási eredményt a 21. század intézetelemzője. Galló Béla a portálnak úgy fogalmazott, április harmadikán az önmagukban is identitászavaros pártok még zavarosabb identitású összefogása szenvedett kapitális vereséget összefogtunk mindenkivel, olyan emberekkel, akikkel nyilvánvalóan nem értettünk egyet. Azt, hogy a baloldal mindössze egy érdekegyüttműködés erejéig állt össze, csütörtökön már Kizai Péter az M1 48 perc című műsorában ismert el. A hatpárti koalíció volt miniszterelnök jelöltje, azt is megismételte, hogy szerinte árulók voltak az összefogás tagjai között, és a politikusi gárda néhány tagja taszította a szavazókat. Úgy vélte, inkább a program alapján kellett volna megítélni a baloldalt. Azt kértem, hogy uh -huh. ezt vegyék figyelembe, és ne azt, hogy milyen emberek ott vannak, meg, meg Gyurcsány is ott van, vagy bármi hasonló, nem. Bár Márkizai Péter példaként Gyurcsány Ferenc nevét említette. Azt mondta, ha kell, újra összefogna vele. Együttműködnél vele ismét egy választáson? Én nem hiszem, hogy ez a kérdésről fog merülni, de természetesen bárkivel továbbra is azt kell mondjam. Arról, hogy a baloldalon mostantól más lehetőség hát, nem, nem tök, is bár, lesz, Gyurcsány hát, Ferenc szombati értékelőjében egyértelműen beszélt. A demokratikus koalíció ezt fogja tenni felemelt fejjel, büszkén, igazáért megküzdve, és nem kér engedélyt se korománytól, se mástól, hogy azt tegye, amiben hisz. Aztán valaki vagy együttműködik vele, vagy nem. Mindenkinek a maga választása. Mi előre megyünk, és nem hátra. A több mint egy órás monológban a volt miniszterelnök kijelentette, ő szabja meg az irányt, amihez csak csatlakozni lehet, beleszólni nem. Közben, míg más politikusok és pártok nevét nem mondta ki, saját nevét annál többször emlegette. Valójában a gyurcsány, a gyurcsány az, A gyurcsány egy magatartás legyetek gyurcsányok. Mást ajánlok. Akarjatok gyurcsányok lenni. Szóval azt mondom, hogy zsösszvi gyurcsány. Gyurcsány Ferenc az őt bíráló pártvezetőknek is eddig szokatlanul nyílt hangnemben üzent. Azt mondta, a baloldal egyetlen jövője abban van, ha több gyurcsány lesz. Ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől, akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját, azt abból vezetik le, hogy én nem akarnak gyurcsány lenni. Elkésetek fiúk! azok vagytok. Egy biztos erő van a bal oldalon, az a DK. A századvég közéleti tudás központ alapítvány vezető elemzője az m úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc szerepe megkérdőjelezhetetlen a bal oldalon. Gyurcsány valóban úgy tűnik, hogy a leginkább nagy gravitációs erővel rendelkező politikai egyén a baloldalon, aki körül gravitál mindenki más, aki körül az összes többi párt meghatározza, elképzeli magát, bár vannak kiki szólások egymásnak, de a vége az az, hogy a DK, amely korábban egy gyakorlatilag alig mérhető pártnak indult, most a legerősebb baloldali frakcióval rendelkező párt lett. Korábban a baloldali 24.hu is arról írt, a választás legnagyobb győztese Gyurcsány Ferenc. A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hat párti együttműködés leszerepelt, a volt miniszterelnök gyűjtötte maga köré a legnagyobb frakciót. Az eddigi 9 helyett 15 dk került be a parlamentbe. Ezzel Gyurcsány Ferenc pártja anyagilag is a legjobban járt a baloldalon. Az országgyűléstől évi 1,2 milliárd forint forrást vehet fel, 400 millió forinttal többet, mint eddig.